Csalók az online térben. A biztonságos internetezésre hívja fel a figyelmet a rendőrség az iskolákban. Együttműködés az autisták érdekében fogott össze a Debreceni Egyetem egészségügyi kara és a Most Élsz Egyesület. Érezhető a hiány, sokkal több a tanulóvezető, mint az oktató, így a kressz és a forgalom között legalább egy-másfél hónapos várakozási idő alakult ki. Az online adathalászat már az egyik leggyakoribb módja lett a bűnözésnek, pedig az esetek fele kivéthető lenne, ha a felhasználók nem kezelnék könnyelműen a személyes adataikat. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Idén február 11-én van a biztonságos internet napja. Ilyenkor az internet használat veszélyeire próbálja felhívni a figyelmet a rendőrség. Az online támadásokban leginkább a gyermekek és az idősek veszélyeztetettek. A zaklatók és a csalók számára ők számítanak a két fő célcsoportnak. Az internet használata manapság már életünk bármely területét megkönnyítheti. Lehetőséget ad arra, hogy közösségi életet éljünk, szolgáltatásokat vegyünk igénybe, vásároljunk vagy szórakozzunk. Azzal azonban nem árt tisztában lenni, hogy az internet használata felelősség, hiszen számos jó tulajdonsága mellett komoly veszélyekkel is jár. Ezekre a kockázatokra hívja fel a figyelmet a biztonságos internet napja 2004 óta minden év február elején. Ezen a napon informatikai cégek és civil szervezetek a rendőrséggel karöltve arra hívják fel a figyelmet, hogyan kell biztonságosan és tudatosan használni a világhálót az adathalászok, a zaklatók és a csalók kivédése érdekében. Nagyon fontos az, hogy a közösségi oldalak használatával kapcsolatban, amit kiemelnék, hogy olyan profilt állítson be mindenki magának, ami legkevesebb személyes adatot tartalmazza, olyan jelszóval lássa el a saját profilját, amit a lehető legnehezebb feltörni, tehát nem mondjuk a saját nevét állítja be. Ezek nagyon fontos dolgok. Összességében a közösségi oldalak használata, ugye manapság ez terítéken van ezeknek a veszélyei. Ha valakit ilyen zaklatás ér, ugye cyberbullyingnak hívják, akkor azt jelentse mindenféleképpen az üzemeltetőnek, illetve ezen túlmenően tegyen végre, hogy hajtson végre képernyőmentést, és ha mondjuk gyerekről van szó, akkor értelemszerűen a szülők felé kell jelenteni, a pedagógusok felé, és hát legvégső esetben a rendőrség felé. Ez az alapvető egyik legfontosabb dolog. A másik pedig, ami az internethez kapcsolódik, az online csalások világa. Sajnos azt is látni kell, hogy ezeknek a száma is ugye jelentős évről évre. A statisztikák azt mutatják, az esetek mintegy felében elkerülhetőek lennének a támadások. Egy viszonylag új trend, hogy az adathalászok kecsegtető ajánlatokat kreálnak, amelyeket aztán álcég nevében, e-mail címünkre vagy egyéb más közösségi oldalainkra küldenek. A módszer lényege, hogy a felhasználó ne fogjon gyanút, így a csalók leginkább a gyermekeket és az időseket támadják meg. Ők ugyanis kevésbé vannak tisztában ezeknek a veszélyeivel. Kovács Attila úgy fogalmazott, a megelőző programok ha lassan is, de éreztetik a hatásukat. Azt kell mondani, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kicsit jobban áll, mint az országos átlag, vagy mondjuk a Dunántúli és a budapesti környék, de ettől függetlenül időről időre itt is mindig előfordul egy-egy csalás, és bármennyire is tartunk prevenciós előadásokat, valahogy mégis a figyelem nem fókuszál kellőképpen, ahogy kellene. De a büntetési tétel kapcsán nyilván attól függ, hogy miről van szó, tehát alapvetően több éves szabadságvesztés jöhet szóba, de leginkább azért ilyenkor leginkább pénzbüntetés, ami elsődlegesen a bíróság alkalmaz ezekben a bűncselekményekben. Az ORFK adatai alapján a rendőrség 2019-ben több mint 500 iskolában közel 35 ezer diákot ért el a projekt keretében. A Safer Internet Program Magyarországi Konzorciuma az idei évre egy játékkészítő és egy videópályázatot is hirdetett hazai általános és középiskolások számára. Ennek célja szintén az, hogy az internet használat valós problémáira világítsanak rá a fiatalok körében. Legalább 100 000 autizmusban szenvedő ember él hazánkban, akiket ma már számos alapítvány, egyesület segít Magyarországon. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának és a Most Élsz Egyesület együttműködésének köszönhetően Nyíregyházán egy háromnapos tudományos továbbképzés keretében adnak lehetőséget az érintettek családtagjainak és a velük foglalkozó szakembereknek a legfrissebb nemzetközi gyakorlatok, eredmények megismerésére. A sajtó jelenlétében írták alá azt a megállapodást kedden a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karán, amely a Felsőoktatási Intézmény és a Most Élsz Egyesület közötti jövőbeli együttműködés szolgálja.
Mint a kar dékánya hangsúlyozta, a képzés mellett azt is feladatuknak tekintik, hogy olyan szervezeteket ismertessenek meg hallgatóikkal, amelyek valamilyen hátrányt szenvedő emberekkel foglalkoznak. Ehhez az együttműködéshez a náluk dolgozó szakemberek tudásával járulnak hozzá, az autizmussal élő emberek életének megkönnyítése érdekében. Az együttműködés arra terjed ki, hogy közös projekteket dolgozzunk ki. A hallgatókat be tudja vonni az Egyesület önkéntes munka keretében, a tevékenységébe, hogy olyan kutatások során segítsük mi ezt az Egyesületet, amely lehetőséget teremt az Egyesület fejlődésére, és természetesen arra is, hogy a mi tudásunkat meg tudjuk osztani a társadalommal. Magyarországon a lakosság mintegy 1%-ánál körülbelül 100 ezer embernél diagnosztizáltak autizmus spektrum zavart, de a becslések szerint az érintettek ennél jóval többen lehetnek. A Most Élsz Egyesület célja ezeknek az embereknek a segítése. Most Élsz Egyesület zászlósrúdjára azt a célt tűzte ki 2013-os megalakításakor, hogy azokat az ismereteket, amelyekkel Nyugat-Európában, Amerikában rendelkeznek, az autizmus kialakulási mechanizmusa és annak a befolyásolhatósága felől, ezeket az orvosi protokollokat Magyarországon minél szélesebb körbe, úgy mint szakemberek, mint szülők, pedagógusok részére terjeszteni fogunk. Céljuk, hogy a nemzetközi tapasztalatokat, módszereket a hazai gyakorlatba is átültessék. Ezekkel ismertették meg az érintetteket az egyetem és az egyesület első közös rendezvényén is. Április 23 és 25 között Nyíregyházán az egészségügyi karon kerül megrendezés az első magyar nemzetközi biomedikális autizmus kutatás és kezelési képzés. Ez alapjaiban egy orvosi képzés, de EAOK által akreditált. Igen, egyedi, igen, egyediségét mutatja a magas elérhető pontszám, 48 pont, 54 szakterületet jelent, és gyakorlatban nemzetközi és hazai szakemberek folytatják majd saját területeken a képzésüket. Az eseményre Amerikából, Nagy-Britanniából és Olaszországból is érkeznek előadók, mások mellett neurológusok, biokémikusok, pszichiáterek és kutatók. A legújabb trendekről, megközelítésekről, eredményekről nem csak a szakmabelieknek, hanem közérthető módon szülőknek, pedagógusoknak is beszámolnak. A megyében több helyen is károkat okozott a tegnap esti vihar, tájékoztatta televíziónkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Az előrejelzésekben már figyelmeztették a lakosságot, hogy az akár 90 km/h széllökések fákat csavarhatnak ki és épületeket rongálhatnak meg. A viharos szél várhatóan még szerdán is okozhat károkat, vészhelyzet és baleset esetén minél előbb érdemes a 112-es telefonszámot hívni. Háromszintes társasház lemeztető szerkezetét bontotta meg a szél Nyíregyházán a Sas utcában, és a lelógó darabok veszélyt jelentettek a járókelőkre. Az Arany János utcában harmadik emeleti rakás erkélyének burkolatát bontotta meg a szél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók gépezetes túlólétre és kéziszerszámok segítségével avatkoztak be. Több fa dőlt az úttestre a Nyíradony és Balkány közötti úton tegnap, amelyet a Balkány önkéntes tűzoltó távolítottak el motoros láncfűrész segítségével. A Csongor utcában Nyíregyházán villanyvezeték felé dőlt fa, amelyet a városhivatásos tűzoltói távolítottak el gépezetes túlólétre és motoros láncfűrész segítségével. Az állampolgárok véleményét kéri ki az MSZP a párt országjáró fórum sorozatán, többek között a nyugdíjemelés és a klímaválság kapcsán is. Nyíregyházi sajtótájékoztatójukon elhangzott, fontosnak tartják például, hogy a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban lévő több tízezer ember megkapja a 10%-os béremelést. A párt frakció vezető helyettese úgy látja, a létszámhiány és a túlóra mérséklésére is lehetne megoldást találni. A munkaerőhiánynak egy részét lehetne orvosolni azzal, hogyha a szolgálati járandóságos vagy épp nyugdíjas kollégák vissza tudnának jönni besegíteni, de jelen pillanatban a kormány ezt megakadályozza, hiszen nem engedi, hogy a nyugdíjuk mellett dolgozzanak. Dönteniük kell, hogy az egyiket vagy a másikat választják, márpedig emberek nem nagyon szoktak úgy dönteni, hogy inkább kevesebb pénzért elmennek dolgozni, mint hogy a nyugdíjukat megkapják, pedig ezek az emberek döntő többségében hajlandóak lennének munkát vállalni, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó lenne.
Megközelítőleg 200 ezer forint egy B-kategóriás jogosítvány, ha minden vizsgája elsőre sikerül a tanulónak. A KRESZ és a vezetés elkezdése között viszont legalább egy hónap a várakozási idő. Ennek az az oka, hogy sokkal több a tanulóvezető, mint az oktató, akik már így is a maximálisan megengedett leterheltséggel dolgoznak. Tanuló autó érkezik az Örökösföldi Vizsgaközponthoz Nyíregyházán. Az egyik helyi autós iskola oktatója szerint a megyében bár érezhető, de nem súlyos az oktató és vizsgáztató hiány. Az autós iskolák száma megfelelő, és az elmúlt évekhez képest az oktatók is egyre többen vannak. Ez pedig jelentősen csökkentheti a tanfolyamok hosszát. A vizsgabiztosok szám az évek óta talán az nem változik, de talán elegendő is. Az oktatói létszám most, mintha kicsit növekedésnek indult volna az utóbbi évekhez képest. Ez talán majd látszik abban is, hogy a tanulóknak kevesebb időt kell esetleg várni arra, hogy járműbe juthessenek a sikeres klasszvizsga letétele után. Ez a mostani terheltségi szinten legalább egy-másfél hónap. Ez azért alakult így, mert sokkal több a tanulóvezető, mint az oktató, akik a maximálisan megengedett munkaidejüket kitöltve ekkora várakozási idővel tudnak csak újabb tanulókkal foglalkozni, mondta el Bóka Gyula, aki hozzátette, a korábbi évek tapasztalataitól eltérően nincs kiemelkedő időszak a tanulói létszámban. Nyáron tapasztalható ugyan létszámnövekedés, azonban ez nem jelent kiemelkedő szezonalitást, a jogosítvány végösszege pedig számos tételből áll össze. Az első a magának az autós iskolának a képzési díja, ugye ez a KRESZ tanfolyam, gyakorlati tanfolyam. Ehhez hozzátevődik a vizsgadíjak, amit a tanuló a KAV felé kell, hogy befizessen, és ezen kívül ugye a orvosi alkalmassági, a házi orvosi rendszer felé, elsősegélyi vizsgának a díja a Vöröskereszt felé, tehát ezekből az összetevőkből tevődik körülbelül össze egy komplett tanfolyam díj, amit ugye a tanulóknak fizetni kell a jogosítványért. Ez az összeg legalább 200 ezer forint, abban az esetben is, ha a tanuló minden vizsgáját elsőre teljesítette, és nem kell pótórát sem mennie, tette hozzá az oktató. Tavalyhoz képest 40 milliárd forinttal kevesebbet szán a kormány idén a közmunkaprogramra, március 1-től 140 milliárd forintos keretből gazdálkodhatnak. 4 évvel ezelőtt még 200 ezeren dolgoztak közmunkásként Magyarországon, ez a létszám idén a 100 ezret alig fogja elérni, írja a Népszava. A belügyminisztérium a keret újabb csökkentését azzal magyarázta, hogy elsődleges cél lett a közfoglalkoztatottak minél hatékonyabb visszavezetése a munkaerőpiacra. Mindemellett a szakemberek úgy gondolják, hogy van egy nagyjából 100 ezer fős réteg, akik számára nincs más megélhetési lehetőség. A közmunkaprogram sokat változott az elmúlt években. Több településen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is értékteremtő munkát végeznek, például savanyító üzemet működtetnek és járdát építenek. Kétszer 100 kilométert gyalogoltak a résztvevők a 8. emlékmenet a Doni Hősökért rendezvényen. Az emléktúrát a Magyar Tartalékosok Szövetségének megyei szervezete és a Honvédsuli szervezte. A diákok összesen 33 megyebeli települést érintettek. A túra záró helyszínén Nyírbátorban egy emléktáblát is avattak a Doni Hősök tiszteletére. Jó fából sejhagy, jó fából nem csinálnak tovább. Katonaindulókat skandálva érkeztek meg a Doni emlékmenet résztvevői Nyírbátorba, a rendőrkapitányság bejáratához. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8. alkalommal csatlakozott a Doni Hősök emléktúrához. Az idei 20. megemlékezés záró rendezvényének Nyírbátor biztosított helyszínt hétfő délután. A 200 kilométeres gyalogmenet több mint 30 megyebeli települést érintett, akik zászlójukkal képviseltették magukat a bevonuláskor. Emlékezzünk a több mint 7 évtizede a távoli Don folyó partján szolgálatokat teljesítő 2. magyar hadsereg katonáira. A hadseregre, akik között a nyírségi fiúkat, az 1930 óta 2. Rákóczi Ferenc fejedelem nevét viselő 12. gyalogezred 3. zászlóaljának katonáit is ott találjuk. Arra a zászlóaljra, amelyik 1942 őszén vonult ki a keleti frontra. Ahogy bajtársaikat, őket is kizerelte a dermesztő orosz tél. A Nyírbátorból felváltásra indult 4500 hősből alig 800-an tértek haza. Az ő emlékükre egy táblát avattak a gyalogmenet végén.
A program a Donkanyari Offenzíva 77. évfordulója előtt tiszteleg. Az emléktúra segít a civil lakossággal is megismertetni a magyar honvédség múltját. Míg nagyapáink nemzedékének feladata háborúban való helytállás volt, addig a mi nemzedékünk egyik nemes feladata a rájuk való emlékezés. Azonban nekünk is van feladatunk az ország védelmét illetően. A 21. században új kihívások, fenyegetések jelentek meg. Nekünk pedig kötelességünk megvédeni országunkat, amit elődeik hagytak ránk. Az emléktúra zárásaként az érintett települések képviselői, katonák és civilek helyezték el az emlékezés koszorúit a felavatott táblánál. Megszerezte 17. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 20. fordulójában Török Bálinton, az MTK Elite Basket otthonában nyertek 96-75-re. A listavezető nyíregyháziak legközelebb február 22-én a TF Budapest vendégeként lépnek pályára. Éllovashoz méltóan kezdték a mérkőzést a vendégek, 10 perc játék után 36-20-ra vezetett a nyíregyházi együttes. A második negyedben 3 pontot lefaragott hátrányából a házigazda, de a meccset továbbra is a cápák uralták. Fordulás után sem változott a játékképe, a fiataloknak is sok lehetőséget adó Nyíregyháza tovább növelte előnyét, a harmadik és a negyedik negyedet is 4 ponttal nyerték meg Busz Ivánék. Végül közel 100 pontot dobva érvényesítette a papírformát a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Természetesen nagyon örülök annak, hogy nem történt ilyen irányú meglepetés, hogy ilyen fajta meglepetés is tudtunk győzni. Azt gondolom, hogy egy másodpercig nem volt kérdéses. Tény, hogy az MTK csapatában Jakab Peti nem játszott, aki ugye az egyik legerősebb játékos az MTK-nak. Betegség miatt nem tudott pályára lépni, és azt hiszem, hogy ezt kihasználva nem adtunk esélyt az ellenfélnek. Úgy győztünk, ahogy szerettem volna, magabiztosak voltak a játékosaink, és remélem, hogy ugyanezt fogják majd folytatni a továbbiakban is. A forduló további eredményei a következők: PVSK Vasas Akadémia 66-95, Salgótarján TF Budapest 70-58, MAFSZ Nagykőrös 91-67, Budapesti Honvéd Baja 79-75, Budafok BKG Prímese 90-79 és MEAFSZ Miskolc Veszprém 79-81. A hétvégén a HEP kupa döntője miatt nem rendeznek fordulót a piros csoportban, így a nyíregyháziak legközelebb február 22-én a TF Budapest otthonában lépnek pályára. Ebben a két hétben mindenféleképpen kell új dolgokat tanulni, szeretnénk majd meglepetéseket okozni az ellenfeleknek a következő 6 fordulóban. Úgy gondolom, hogy ebben a két hétben ezt meg lehet alapozni. Bár hozzáteszem, soha nem szeretem az ilyen hosszú pihenőket, szeretem, hogyha meccseket tudunk játszani. Remélem, hogy meg tudjuk őrizni azt a motivációt, és fönn tudjuk tartani azt a lelkesedést a csapatban, amivel eddig is játszottak, és ezt az utolsó 6 fordulót is majd ugyanilyen elállnál tudjuk lejátszani, ahogyan azt tettük eddig. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vezeti 17 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 16-4-es mutatóval rendelkező MAFSZ-ot. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal csapatának győzelmével zárult a Szövetség Kupa kispályás labdarúgó torna. A 6 csapatos rendezvényen az edzők együttese végzett a második helyen, míg a harmadik helyet a játékvezetők gárdája szerezte meg. Közel másfél évtizedes hagyomány, hogy az MLS megyei igazgatósága a tavaszi szezon kezdetéhez közeledve egy futballtornán látja vendégül a labdarúgásban a labdarúgásért dolgozókat. Nyíregyházán a Filófoci csarnokban az elmúlt szombaton 6 csapat lépett pályára. A meccseken természetesen minden együttes győzni akart, de ezen a rendezvényen nem az eredmény volt az elsődleges. Nagyon sportszerű keretek között zajlik az egész torna, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb része ennek a szövetségkupának, hogy akik egész évben a megyei labdarúgásért dolgoznak, sokszor ugye a szabadidőt, a családot háttérbe szorítva, illetve annak a rovására, azok egy ilyen rendezvényen egy jó hangulatú kispályás tornán játszanak egymással, a mérkőzések szüneteiben, amikor éppen nem ők játszanak, akkor sportbaráti kapcsolatokat ápolják, a végén pedig egy közös ebéddel szintén lezárjuk ezt a rendezvényt. Egyelőre sérülés még nem történt, ez a legfontosabb. Színvonalas mérkőzések vannak, 6 csapat részvételével örülünk neki, hogy a média válogatott is itt van újra, hiszen volt, amikor nem tudtak eljönni, de most megint itt vannak, illetve már 2 éve folyamatosan egy új együttes is részt vesz ezen, méghozzá a sportegyesületi elnökök csapata, a másik 4 állandó résztvevő pedig a játékvezetők, az igazgatóság, az edzők, illetve a kormányhivatal együttese is itt van.
A tornát végül a kormányhivatal csapata nyerte az edzők és a játékvezetők előtt. A gólkirály a kormányhivatal játékosa Varga Dávid lett, a legjobb kapusnak csapattársát Tündik Tamás, a legjobb játékosnak pedig az edzőket erősítő Németh Attilát választották meg. Hétfőn Baktaló Rendházán a hagyományos liganapon tájékoztatták a megyebeli csapatok vezetőit, az igazgatóság munkatársai a szezonkezdettel kapcsolatos tudnivalókról. Nyugodtan mondhatom, hogy nem unatkozunk, tehát most már tényleg ugye februárban beleléptünk, ilyenkor eleve már a tavaszi bajnokságok sorsolásaival ugyan elkészültek, de az ottani esetleges ugye van a március 14-e, hiszen ne felejtsük, hogy a március 15-e miatt azon a nap ugye nem lehet bajnoki fordulót rendezni, tehát van egy olyan hétvégénk, amikor az összes meccset március 14-ére kellett tennünk, azért a versenybizottságnak ez is okozott munkát, valamint sajnos voltak visszalépő együttesek, illetve hát igen, a legtöbbször ilyenkor az átigazolási bizottságban van mozgás, hiszen az ottani kollégáknak azért ilyenkor mindig a dolga. A megyei első osztályban a jövő hétvégén kezdődik a tavaszi szezon. A másodosztály 3 és a harmadosztály 4 csoportjában március 7-én indul útjára a labda. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az internet használat kockázataira hívja fel a figyelmet a rendőrség a Biztonságos Internet napján. Az online adathalászat mára az egyik leggyakoribb módja lett a bűnözésnek. Az akció célja éppen ezért az, hogy tudatosítsa a felhasználókban a világháló felelősség teljes használatát. A statisztikák szerint az esetek mintegy fele kivéthető lenne, ám a felhasználók sok esetben könnyelműen kezelik személyes adataikat. Legalább 100 000 autizmusban szenvedő ember él hazánkban, akiket ma már számos alapítvány egyesület segít Magyarországon. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara és a Most élsz egyesület által megkötött együttműködésnek köszönhetően Nyíregyházán egy 3 napos tudományos továbbképzés keretében adnak lehetőséget az érintettek családtagjainak és a velük foglalkozó szakembereknek a legfrissebb nemzetközi gyakorlatok, eredmények megismerésére. A megyében bár érezhető, de nem súlyos az oktató és vizsgáztató hiány. A mostani terheltségi szinten legalább 1-1,5 hónap a várakozási idő a sikeres KRESZ vizsga után, mire forgalomba mehet a tanuló. Egy B-kategóriás jogosítvány megszerzése egyébként legalább 200 000 forintba kerül, abban az esetben is, ha a tanuló minden vizsgáját elsőre teljesítette, és nem kell pótórát vennie. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 11-én, kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedd este eleinte gyengén felhős idő várható, majd változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. A nyugati szél viharossá fokozódik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 fok körül alakul. Szerdán gyengén felhős, napos idő várható, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, zápor elszórtan előfordulhat, a nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 fok körül alakul. Csütörtökön általában több órára kisüt a nap, inkább csak estétől ered el szorványosan az eső északnyugaton. Pénteken többfelé hullhat csapadék, eső lesz a jellemző, de az északkeleti tájakon havas eső, hó is hullhat. A hétvégén, illetve a jövő hét legelején a gyengén vagy közepesen felhős égből nem valószínű csapadék, a szél délnyugatira, majd ismét északnyugatira fordul és időnként megerősödik. A minimum hőmérséklet általában fagypont körül alakul, a csúcsérték meghaladja a sok évi átlagot.